Úrunk, mi Úrunk, mi fenséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenségest, a bosszúállót. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél, a juhokat, a marhákat, mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön.
Azután lejött Mózes a Sínai hegyről, a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről, azt azonban nem tudta Mózes, hogy Ardának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron, meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik, hogy mindazt, amit az Úr meghagyott neki Sínai hegyen, tartsák meg. Aztán a Máté szerinti evangéliumban egy másik történetben hasonlót olvasunk. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és a testvérét, János, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehérre ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. És még beszélt, amikor egy fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, rám hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk, keljetek felé, és ne féljetek. És amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Pál apostol pedig egy mondatában így ír a korintusiakhoz. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Vigasztaló, bátor,
vigasztaló pártfogó, mindenséget fenntart, újjáteremtő Szentlélek. Néked zengem, ma az sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halaim, az ég madaraim és a földön mozgó minden élő lényem. Minden egyes ember számára, személyességére nézve, alapvető jelentősége van annak, hogy az Istennel való közösségre van rendelve. Ezt írja Wolfhard Pannenberg, a 20. század még ma is élő, egyik igen nagy hatású német teológusa. Hogy minden embernek eleve teremtettségénél fogva ez a rendeltetése, az azonban csak az új szövetség Krisztusról szóló üzenetében mutatkozik meg egészen világosan, mivel azt, hogy Isten fia megjelent a testben a bűn és a halál legyőzésére, az új szövetség összekapcsolja az emberi élet céljának a kérdésével. Az Ószövetség abban nyilatkoznak arról, hogy az ember mint teremtmény közel áll a Teremtőhöz, Istenhez, aminek következtében kivételes helyzete van minden teremtmény között. Ahogyan a Zsoltár, a 8. Zsoltár szavait hallhattuk, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, Úrrá tetted kezed alkotásaim, mindent a lába alá vetettél. Ez a bibliai teremtés hitvallását megismétlő Zsoltár szöveg. Ebben is az nyer megerősítést, az ember részesedik Istennek a teremtés fölött birtokolt hatalmában. Több ez, mint szándék. És félreértés, hogyha kizsákmányoló szándéknak értjük. Tapasztalat ez, amely szerint az ember képes figyelmével és tudásával az őt körülvevő világból, a benne rejlő, sokszor elrejtve benne lévő dolgokat, lehetőségeket, értékeket kihozni. Mindaz a valóság, amelyet az ember tudásával és rendszerező képességével le tud írni, a világnak eredendően a része. Az ember pedig képes mindezt megérteni, feldolgozni, felszínre hozni. Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett az ember, és ilyen módon az ember uralom gyakorlása összefonódik magával a teremtmények fölött birtokolt isteni uralommal. Mint Isten képmásának, az embernek az a feladata, hogy az Isten uralom helytartója
és útjának előkészítője legyen a világban. Fontos azonban, hogy ne értsük félre a helyzetünket. A kép más, a képviselő feladata, hogy ábrázolja, megjelenítse a leképezett dolgot, ahogy egy kép maga is megmutatja, megjeleníti azt, amit ábrázol. Az ókorban a királyok képét állították fel, hogy az képviselje az uralkodót ott, ahol ő nem tud jelen lenni. A bibliai szöveg pedig ezt a módot az ember teremtésbeli helyzetére vonatkoztatja, az ember Isten képviselője, minden ember. A kép más és az uralom funkciója ugyanakkor nem azonosítható teljesen. A kép más eszméje megalapozza, de egyben korlátozza is azt, hogy az ember milyen uralkodói megbízást kapott. Az Isten képviség nem jelent Isten helyettiséget, sőt. Az uralom tehát Istené, a teremtőjé. Az embernek pedig csak részesedése lehet ebből az uralomból, és az sem a saját akaratának függvényében, hanem teremtettségének a következtében. Így nézve, sokkal inkább teher ez, mint sem ajándék. Másfelől viszont sokkal inkább lehetőség ez, mint sem kényszer. A természeti világot gátlás nélkül kizsákmányoló modern technikai és modern ipari társadalom visszaéléseiért és az ökológiai válságért nem az tehető felelőssé, hogy a Biblia az embert a teremtés urává emeli, hanem az eredeti értelemben vett szekularitás, amely az ember ezen képességét függetlenítette az isteni hatalomtól. Természeti világ továbbra is Isten teremménye marad, még ha az ember teljhatalommal uralkodhat is most fölötte. Ezért aztán visszaüt az az emberre és pusztulásba taszíthatja, ha önkényesen visszaél az Istentől kapott uralkodói feladatával, képviseletével. Ha tehát az ember Isten képisége mértéket szab a teremtés fölötti uralomról szóló rendeltetésnek is, akkor mégis mi ennek a lényege? Isten Krisztusban testet öltött, vajon imáron az új szövetség. Ő benne van meg tökéletesen az isteni hatalom, mint hogy a kezdeti keresztény hitvallások is már arról szólnak, hogy Krisztust mint valóságos, teljes Istent tisztelik. És ő benne van meg tökéletesen az emberi természet is, ahogy ezek a hitvallások Krisztusról, mint egyszer, mint valóságos emberről is szólnak. Krisztus tehát több, mint ember, több, mint az ember, mert nem egyszerűen az Isten képmása, hanem maga az Isten. Az üdv történet szerint az ember, habár Isten képmására teremtetett, a maga erejéből képtelen a teljesen isteni akarat szerint élni. Erőfeszítései és apró eredményei ellenére újra és újra letér az isteni útról. Hiába kapott az ember mentő csomagot Istentől a törvény által, a 10 parancsolat imént hallott történetében, annak megtartása, pontosabban a megtartásának a képtelensége újra reménytelenségbe vetti az embert. Ezért küldött ebből a lelki fogságból szabadítót az Isten, mégpedig olyas valakit, aki nem fogja az ember képtelenségének, Krisztust. Krisztus legyőzvén a halált és a bűnt, imáron a szabadság útját kínálja az embernek, őt követve és az ő érdeméért, de van megmenekülése az embernek a lehetetlen helyzetekből. Krisztus Isten tökéletes képe, hát nem pusztán képviseli, hanem önmagában hordozza Istent. Ahogy minden ember teremtettségénél fogva magában hordozza az eredeti igazságot, de az ember Jézus Krisztus által végbe menő megújulása az Istennel kezdetben fennálló kapcsolatának helyreállítását is jelenti. A kép más,
Persze ettől még nem lesz rögtön teljes és tökéletes, sőt. De az ember ezáltal olyasféle szabadságot kap, olyasféle szabadságra kap lehetőséget a szabadság megélésére, amelyben önmaga határozhatja meg természetét. Az ember Krisztus által nem fogja berögződéseinek, hanem szabad arra, hogy útját megtalálja. Ahogyan a zene hangjai egymás után újabb és újabb utakat tárnak fel, az ember hasonlóképpen élheti meg élete fontos pillanataiban azt, ami ő benne zajlik. Az Istennel való közösségre rendeltetett énünk és életünk ebben válik különlegessé. Az ember Isten képisége mértéket szab a teremtés fölötti uralomra szóló rendeltetésnek, de a lényeg valahol mégis itt keresendő. És most a farsangi idő végén érdemes végig gondolnunk kapcsolatunkat, először önmagunkkal, és azt, hogy vajon milyen arccal vagyunk jelen életünkkel mások életében. Mert az a rendeltetés, amely teremtettségünkből fakad, egyszer s mint kötelez is. Ha képviseljük Istent, akkor nem mindegy, hogy van-e rajtunk álarc, vagy sem. Hogy képmutatókká leszünk-e, azokká, akikkel kapcsolatban Jézus a legkövetkezetesebben és legkeményebben fellép, vagy tiszta az arcunk. És az is kötelez minket, hogy egymás arcát nézve is meglássuk az Istenét. Mert Isten a maga képmására teremtette az embert, és ez nem csak az ént, hanem a tett is jelenti. Borzasztó nehéz sokszor meglátnunk a másik emberben önmagunkat, és azt a közösséget, hogy Isten mind a kettőnket egyformán teremtett. De nem lehetetlen. Krisztus munkájának ez a legfőbb üzenete, hogy semmi nincs, amit változtathatatlanul gondolhatunk. Ő a halál legyőzésével ezt a gátat, a legyőzhetetlenség, a megváltoztathatatlanság gátját áttörte. Imáron a magunk feladata következik. Legyőzni önmagunkat, és meglátni a másik arcában az isteni teremtés ajándékát. És így képviselni a magunk arcán a teremtőt. Amen.